Akkor jó reggelt kívánok mindenkinek! Oké, már kaptam visszajelzést, akkor lehet hallani, látni a technikát, most már teljes egészében összeraktam. Jó. Na, sok minden van, amiről érdemes beszélni. Egyrészt gyorsan hadd kezdjem azzal, mert van Traders of Ötlet fontjára, és hétfőn is beszéltünk róla. Ma reggel a maradék fontján sortjaimat lezártam. Alapvetően ilyen 147-80 és 148 között, úgyhogy ezeket most lezártam. Ugye voltak benne trédjeim, de kiszálltam. A kiszállás az amiatt azért történt, mert hogy a fordulós gyertya után, amit naposon van, teljes mértékben beoldalazott az árfolyam mozgás, és nem nagyon tudott már ebből tovább menni, úgyhogy fennáll annak a valószínűség, hogy esetleg itt valamilyen három szögezésbe fusson ez át, és akár ebből egy új csúcs is összejöhet, vagy nyilván a három szögezésekből tud lenni az is, hogy akár letörünk, de egyelőre jobbnak láttam inkább eltenni ezeket a mozgásokat, vagy ezeket a profitokat, mert nem alakult olyan intenzitással az árfolyam mozgás, mint ahogy azt gondoltam volna. Ugye másik, amit kedden láthatatok a portfólión, hiszen oda is kitettem, hogy az euró-dollárban tettem ki egy vételötletet, arra bazírozva, és egy nagyobb flat korrekció lesz. Beértünk totálisan abba a zónába, ahonnan jelöltem a lehetséges vételt. Ugye tegnapi nap során itt még volt egy emelkedés, de ez ugye megint csak három hullámú mozgás volt. Ennek megfelelően ez nem is tudott impulzív alakulni, tehát nem hozhatott fordulatot, és itt intenzív esés volt tegnap, illetve ma hajnalban ezzel folytatódott. Most viszont próbálunk fordulni. Nyilván lehet, hogy célszerű megvárni egy teljes fordulós jelzést, de alapvetően abban a tartományban vagyunk, ami a fordulatot meghozhatná. És meglátjuk, hogy aztán mi fog ebből kisülni. Mi tartozik még ide? Volt itt több trédem is a elmúlt napokban. Az egyik a fontban volt. Tegnap, amikor visszateszteltük ezt a szintet, shortba léptem itt 1.30.06-nál, szépen le is estünk ide, stoppot behúztam ide, viszont jöttünk még egy pici új csúcsot csinálni, gyakorlatilag az, mint hogyha stoppokért ment volna, úgyhogy ott kistoppolódtam ebből a mozgásból, és utána jött meg tegnap estére, ma hajnalra az a mozgás, amit vártam volna ebből a dologból, és jelen pillanatban innen kezd fordulni az árfolyam. Divergencia mellett valószínűleg 4 óráson is megvan ez, igen, 4 óráson is divergencia mellett. Úgyhogy a font az egy érdekes helyzetben van, egy nagyobb 5 hullámú esés után, és valahol amúgy itt ebben a tartományban, amúgy is itt egy 29 környékén van egy lehetséges támaszónánk. Másik, amivel próbálkoztam, de nagyon-nagyon nem akart menni, az eurófontban viszonylag jó hozam kockázat arányjal egy long beszállóit, alapvetően itt ezeknél a szinteknél, mert ez a mozgásunk itt impulzív volt, viszont ez itt lefele egy korrektív mozgást egymást átfedő hullámokkal, viszont tegnap is itt megindultunk, de visszaborították, úgyhogy alapvetően itt is standarden kistoppolódások voltak. Ugye még kitart ez a múltkori mélypontunk. Amúgy annyit játszottam volna, hogy körülbelül azért mondtam, nagyon jó hozamkockázat aránya, hogy innen beszállva kezdetben esetleg itt egy stoppal lehetne megjátszani ezt a mozgást. De mivel itt többször is elindultunk, ezért ugye a stoppot már felhúztam magasabbra nullára, ezek itt standarden kiütődtek, úgyhogy ez sem tudott ilyen szempontból itt kibontakozni.
lövöldözöm itt a lehetőséget itt szemmel, hogy miről akarok beszélni, illetve két olyan dolog, amit az egyik az ausztrál dollár, az amerikai dollárral szemben. A várakozásom az az lett volna, hogy volt itt egy szép emelkedő mozgásunk, hogy ebből csak mondjuk egy három hullámú visszaesés lesz, és innen el tudunk indulni. A jelen pillanatban annyira erős volt itt a dollár erősödő trend, illetve az ausztrál meg ezekkel a kapcsolatos negatív hangulat, hogy ez is itt egy új mélypontra szaladt, úgyhogy az, amit megelőlegezve úgymond be volt rajzolva, hogy az 1-es, 2-es lehet ez ilyen szempontból kuka. Másrészt egyelőre most még olyan érdemi divergencia nincsen itt naposon, új mélyponton vagyunk. Összességében akkor is ez a mozgás inkább nekem itt egy befejező mozgásnak tűnik, és potenciálisan lehet, hogy egy fordulatot láthatunk majd itt a következő napokban, de jelen pillanatban nincsen fordulatra utaló jelzés. Hasonló az új-zélandi dollár is. Itt is az lett volna a várakozás, hogy egy szép impulzív emelkedés után ez is majd itt legrosszabb esetben valahol itt mélypontot fogjon és elindulhatott volna fölfele. Ez is itt az általános hangulattal új mélypontra ment le. Úgyhogy a korábbi elképzelés itt is kuka. Viszont itt még inkább kitűnik ez, hogyha megnézitek, hogy sokszoros napos divergencia van itt az új-zélandi dollárban, úgyhogy ez is nálam figyelőlistán van, mint lehetőség. Dollár japán jen, ez itt igen nagy emelkedésben van itt az elmúlt két hétben, egyre inkább kezd begyorsulni. Tegyük hozzá, hogy egy ellenállási zónát értünk el itt most már 114-115 között. Az elmúlt másfél évet, ha nézzük, akkor ez standarden egy megállási tartomány volt. Hosszabb idősíkon, hogy azt is elmondhatjuk, hogy van egy nagyobb trendvonal törésünk, ebből igyekszünk fölfele. Tovább is azt gondolom, hogy itt azért ez a 114-115-ös tartomány, hozhatom ugye egy nagyobb megállót, és nem zárnám ki azt a lehetőséget sem, hogy ez itt egy ABC, esetleg itt kialakul egy D, és akkor valamilyen ilyen háromszög lesz, és ebből mondjuk lejövünk ide mondjuk egy E formátumban, és aztán majd innen dől el az, hogy milyen irányba akar tovább menni. Itt amúgy rövid távon hozzátenném azt is, hogy a tegnapi déli sentiment index alapján a japán jen 9-es szinten van, tehát mindenki japán jen gyengülése van berendezkedve. Ugye standarden az elmúlt egy hétben itt az extrém érték környékén mozgunk, úgyhogy ez mindenképpen egy jelzés itt a japán jen pároknál, vagy itt a dollár japán jennél, hogy az extremitás akár tovább maradhat fönt, de minden esetre nagyon egyirányú utcának tűnik jelen pillanatban. Ami még olyan releváns, vagy érdemes szót ejteni róla, az arany 14-es szintnél van, ez még nem extrém, de közelíti. Az olaj. Az olaj is elég hektikus. Itt is extrém szinteknél volt az elmúlt egy hétben. A hétfőn 96-nál, kedden 91-nél, tegnap megint 94-nél. Úgyhogy az olajban is alapvetően azt gondolnám, hogy jöhet majd egy korrekció. Tegnap ugye volt egy minimális, de azt is megnézzük, hogy ez egy három hullámú korrekció, és onnan sokkal magasabb ment. Illetve a Nikkei, a japán Nikkei index az, ami még extrém szinten van, ugye a japán jennel együtt. Itt is bőven az elmúlt napokban a 90-es szint fölött helyezkedett el ez a mozgás. Ha a jen párokat említettem, akkor nézzük tovább a többit is. Ausztrál dollár japán jen. Ez itt nekem korábbról egy befejezett mozgásnak tűnik divergenciával, égből való kitöréssel, utána volt egy
szép öt hullámú emelkedésünk, és potenciálisan most egy korrekcióban lehetünk, úgyhogy az ausztrál dollár japán yenben az lenne a várakozásom, hogy ebben a korrekcióban várakozásom szerint nem csinálna már újabb mélypontot, hanem ebből tudna majd és legfeljebb jönni, és nyilván a egyik lehetséges cél az az lenne, hogyha ez valóban egy lefelé menő ég, ami befejeződött, meg volt a kitörés, akkor úgy általában az ékeknek a kezdő pontját szokta visszatesztelni a piac. Tegyük hozzá, ha valamilyen oknál fogva a piacok most elkezdenének nagyobbat esni, akkor ez sem tudna nagyot menni. A piacok azok meg szépen azért gyengülgetnek, de még gyorsan nézzük meg a többi ilyen párt. Euró, japán jen. Van egy két hónapos emelkedő trendvonalunk, ami kitart. Ugye, alapvetően ez a tartományunk is egy lehetséges támaszzóna. Úgyhogy addig, ameddig az euró, japán jen tudod, hogy a 130-130 fél fölött van, vagy fölötte tud zárni, addig a lehetőség itt is megvan arra, hogy esetleg még egy újabb kört tegyünk föl. Svájci japán jen. Ez mondjuk egy olyan devizapár, ahol azt gondolom, hogy az első körös nagyobb esésbe fejeződhetett. Divergencia mellett értük most már el ezt a korábbi kitörési szintet itt 115-nél. Úgyhogy alapvetően, hogy az alaptechnikai elemzést figyelve, akkor ez a zóna egy lehetséges vételi zóna. Ugye az eresünk divergenciából és az extrém tartományból napos eresi most húzódott vissza az 51 szintre. Ebből jöhet legalább egy felpattanás, akár valóva ide erre a tartományra. Ha pedig ez egy jelentős új trend lenne, akkor pedig sokkal magasabbra is. Úgyhogy a svájci japánjen az nálam itt ebben az esetben vételem van. Szintén, ami érdekes helyre került, a dollár svájci. Ugye itt hétfőn említettem, illetve láttattátok ti is, hogy hova volt betéve a legutolsó ordalom 98-47-re, úgyhogy én itt a legutolsó dollár-svájci longot zártam. Onnan még most mentünk fölfele egy olyan 50-60 pipet, de itt is ez a mozgás itt lehetett egy háromszögezés, és akkor mondjuk egy 1-2-3-4, és potenciálisan most egy záró hullámban lehetünk. Egészen ugye magas szintig felértünk, most már itt a 161.8-as kiterjesztésen is tudunk, és itt még a 78.6-os szint van itt 99.50 környékén. Itt is az lenne most az elsődleges várakozásom, hogy itt ebben a zónában jöhet egy lokális mélypont, esetleg innen egy visszateszt, esetleg valahol ide, és hogyha ez továbbra is ugye egyértelmű és markáns, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emelkedő gyertya megszakítások nélkül, vagy ez egy impulzív mozgás, tehát egy korrekció után akár ez is mehetne tovább fölfelé. Jó, tehát ebben a bontásban most más gondolatom nincsen. Nézzük meg az indexeket. Hogy itt is elég kacifántos az út. Tegnap megint volt egy próbálkozás az S&P-be, csúcstámadása nem sikerült. Estére megfordult, és ma hajnalban is tovább jöttünk lefele. Sőt, most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy a július óta behúzható emelkedő trendvonal alatt van éppen az árfolyam. Ugye lehet itt ez egy trendvonal törés, akkor akár sokkal mélyebbre is jöhetünk, és lehet itt akár egy nagyobb sávozás is.
amiből lehet, hogy valamilyet csináljunk. Jó látható, hogy nem nagyon bír följebb menni az árfolyam. Eléggé szelektív most azért az amerikai piac. Itt is nézzünk meg egy-két dolgot. Itt van a Russell 2000 Index, ugye, ami a KKV szektort tömöríti, és gyönyörűen kirajzolódik az a mozgás, hogy nyáron ugye háromszögeztünk, háromszögezésből megvolt a trendirányú kitörés, divergencia és lefordulás, és folyamatosan esésben vagyunk. Ebből kifolyólag ez jelezheti, hogy a Russellben mondjuk bent van már a csúcs, és esetleg innen már lefele fog jönni. Ugye ehhez képest az S&P próbálja magát tartani, vagy ott oldalazik itt a csúcs közelében, de tegyük hozzá itt is hosszabb távon, naposon divergencia, hetesen divergencia, havin divergencia, tehát fogy a levegő az S&P környék körül. Ez még nem jelenti azt, hogy ne tudná megcsinálni akár a 2960-at vagy 3000-et. Én továbbra is azt gondolom, és nálam a stratégiában az van, mondjuk ma reggel zártam az S&P sortomat, igaz, hogy nekem ez most már napok óta megvolt 2921-ről, tehát olyan eszméletlen nagy nyereség nem volt rajta, de az én terveimben továbbra is az van, hogy az S&P-t, illetve a Nasdaq-ot pozícióépítésben gondolkodva a következő hetekben alapvetően shortban fogok gondolkodni, függetlenül attól, hogy ez megy fölfele. Nálam, hogyha hozamkockázat arányokat vizsgálom, az, hogy innen még feljebb megyünk 2-3-4-5%-ot, az már összességében nekem nem tesz hozzá annyit, viszont potenciálisan nálam továbbra is az lenne a várakozás, hogy itt a idén, tehát ebben az utolsó negyed évben, vagy akár jövő év elején, akár egy jelentősebb korrekció is kibontakozzon a piacon, márpedig, hogyha jelentősebb, akkor aztán sokkal, de sokkal lejjebbi szinteket várnék. Tehát az, hogy fölfele esetleg még, nem tudom, lehet mondjuk 3-5%, most csak úgy mondok valamit, nem gondolom, hogy innen egyből 4000-ig mennénk. Hozamban az nem kompenzál a long azért, hogy esetleg lássunk újfent mondjuk egy 20%-os visszaesést. És könnyedén lehet, hogy most még tartani kellene, vagy tartani kellett volna az S&P shortot. Sokszor belefutok itt ilyen helyzetekbe, hogy lehet, hogy a teteje közelében megvan a short, de mondjuk annyira túlfeszítetté válik a húr, hogy úgymond megremeg az én kezem is, és mondjuk kiszállok belőle, és mondjuk itt kezdődik meg az esés. Nyilván nem fog habozni visszaszállni a shortba, hogyha valóban így alakulna. Ugye a másik a Nasdaq. A Nasdaqban megvolt az új minimális csúcs, Doji-val, és fontosan fordulunk le itt is. Itt is jelentős divergencia mellett történik mindez, és hogyha egyszer beindul a korrekció, akkor a Nasdaq az valami bődületeset fog esni, élen az Amazonnal, Apple-lel, Netflix-el és a többiekkel. Úgyhogy nálam stratégiában azért is van benne az, hogy Nasdaq index shortot én magam fogok tartani. DAX. A DAX-ban még tegnap délután megvolt a lehetőség arra, hogy mivel tegnap szünnep volt a németeknél, hogy ilyen amerikai mozgás mellett esetleg egy felfelé geppel nyissunk. De mivel estére, illetve hajnalra visszaborították Amerikát, nemhogy gap nem lett, hanem alapvetően lefelé halad az árfolyam. Ugye reggel volt egy gyors megingás, azt visszahúzták. Továbbra sem zárnám ki, hogy esetleg itt még lássunk egy mélységet ebben a mozgásban, és ha esetleg fordulni akarna, akkor itt ebben a tartományban tudná ezt megtenni, és akkor egy újabb mozgással fölfele. Ugye ebben az esetben ugye itt van a vízválasztó szintünk a múltkori csúcsnál, vagy mi ez múltkori mélypontnál. Tehát ez lenne alapvetően egy lehetséges kereskedési terv a DAX-ra.
Ugye a japán Nikkei is itt 3 hétnyi intenzív emelkedés után végre valahára korrigál valamennyit, itt is már ugye 4 óráson is divergencia mellett történt ez az emelkedés, és egyáltalán nem zárnám ki azt, hogy akár valahova ide is visszahúzódhatunk, és esetleg innen próbálkozhat új fent az árfolyam. Olaj, de tegnap volt itt egy sima 3 hullámú korrekció, aztán kvázi a semmiből jött egy nagyobb emelkedés, egy újabb csúcs, divergencia mellett. Itt az intenzív emelkedés után most egy pici oldalazás van, ebből még jöhet akár délután során egy kitörés, de ugye sok szentimentet, indikátorokat nézve, eleve, hogyha kicsit hosszabb távon megnézzük, hogy hol jár most a VT olajunk, ugye egy nagyobb ellenállás zónában, hogyha még visszamegyünk ilyen 2011-2012 környékére, a legutolsó nagy esésnek a 61-8-as szintje az 79 dollár környékén van. Tehát kicsit úgy érzem, mint hogy az olaj is itt esetleg korlátos lenne. Innen esetleg jöhetne egy korrekció vissza, és mondjuk, hogy ha még mindig múl, akkor esetleg még egy újabb csúcs mellett, ami már totális divergencia mellett történne meg, abból jöhetne majd egy nagyobb lefordulás. De jelen pillanatban most már nálam hozamkockázat oldaláról az olaj longnak kevesebb kifutása van. Hiába, hogy azt olvassátok, hogy 100 dollárt lesz meg Brent, meg mindenki további jelentős olajemelkedést vár, azt gondolom, hogy kell szerintem korlátos lenni itt az olaj mozgásait ebben fölfelé. Arany, hektika az továbbra is megvan itt az aranyban, ezt akár át lehet alakítani valami ilyesmire, egy ilyen zászló formátumra is, de nulla kifutási lehetőség van benne, ebből benne lehet az, hogy feljövünk ide és innen újra le, túl sok variáció van, nálam továbbra is naposan ez az 1235-ös szint, ami egy kulcsfontosságú szint, és tegyük hozzá, hogy a héten nincsen Kína, aki azért nagyban oda tud hatni az arany árfolyamára. Ezüst az talán egy fokkal jobban néz ki, de itt is rövid távon ellenállás van ilyen 14-80 környékén. És az euró-dollár, az 1.15-ös szint letörése nem jelenti akadályt alul a további emelkedésnek. Az ötlet szempontjából nem. Technikailag, hogyha félreteszünk minden Elliotos dolgot, meg hasonlóakat, nyilván akkor jelenthetne, hiszen ez itt egy letörési szint, és egy visszateszben nyilván reagálhat az árfolyam. Tehát alapverzióban induljunk ki abból, hogy ez mondjuk egy flat korrekció, és el tudunk ebből menni magasabbra. Nyilván nem érdemes szem elől téveszteni azt a lehetőséget sem, hogy ha nagyobb megingás lenne a piacokon, akkor az önmagában egy dollár erősödést is tudna hozni. És nem érdemes levenni azt sem a lehetőségek közül, hogy ennyi volt a korrekció fölfele, és esetleg most egy impulzív mozgásban vagyunk benne, ami sokkal, de sokkal mélyebbre megy. Egyelőre nem ezzel a szenárióval kalkulálok, egyelőre a flat korrekciónak minden olyan jelét mutatja az euró-dollár, ami miatt szerintem ezt továbbra is életben lehet tartani. Az ötlet szempontjából pont a belépési pontnál vagyunk, ugye talán stop az valahova, lehet, hogy valahova ide van meghatározva, és ehhez képest a célár pedig itt van. Tehát alapvetően itt mindig a hozamkockázat arány számít, és jelen pillanatban ez egy jó lehetőségnek tűnik, és tegyük hozzá, hogy ebből akár még
lehetne akár egy fordított fejvállalakzat is, ugye a másik irányba, és tegyük hozzá, hogy pár héttel ezelőtt meg mindenki erre volt rápörögve, hogy úristen, mekkora esés lesz majd itt az euró-dollárban, mert hogy itt meg mekkora fejvál van, meg letörés, meg ilyenek. És ez alapvetően ment a kukába. Plusz, akkor még nézzük meg ezt, legutóbb tavaly nyáron, kora ősszel volt egy hasonló mintázat az árfolyamban, föl, vissza, és aztán ebből jött egy nagyobb emelkedés. Olyan mintázat, mint ami most itt amúgy nagyban van. Szóval ezekre is érdemes azért figyelmet fordítani. Tehát mondhatod, hogy bármi elképzelhető, hiszen tőzsdéről beszélgetünk, de egyelőre a szenáriók működnek és élnek. Az olaszok nem keverednek be az euró-dollár árfolyamába. A híroldalról nézzük, akkor alapvetően fontosan ez kavar be, vagy ez tolja lefelé az eurót, és ugye fontosan lehet látni, hogy az nem is fog csitulni, tehát ilyen szempontból az belekavarhat. De most akkor tegyük hozzá, itt ebben a zónában is én arról beszéltem, hogy én inkább flat korrekciót várnék, és hogy lefelé. Itt még az olasz hírek érdemben nem jelentek meg, vagy nem olyan hangsúlyjal, mint most. Tehát a hírek mozgatják a piacot, de alapvetően a trendek, vagy sok esetben az árfolyam előbbrébb szokott járni, mint a hírek. De most persze, most lehet para az olasz helyzettől. Na. Volt részvények. Aztán most volt kérdés a Bausch Valeantra is. Ugye Bausch Valeantot mondtam, hogy azzal, hogy kitörtünk itt, ugye itt volt egy visszateszt, amire azt mondtam, egy lehetőség beszállásra, és intenzíven emelkedünk, tehát ez itt már lehet, hogy egy szép impulzív szakasz, és új csúcsra is mentünk. Itt azt kéne figyelni itt a következő napokban, hogy felette tudunk maradni ennek a kitörésnek, mert ha igen, akkor jó eséllyel indulhatunk magasabbra. És ugye a hosszabb távú célára az továbbra is ebben a 35-40 dolláros tartományban van. És ugye, amit mondtam, hogy miért nézném azt, hogy fölötte tudunk-e maradni. Mert jelen pillanatban egyre fölfelé is egy nagyobb három hullámú mozgásban vagyunk, és lefelé is egy nagyobb három hullámú volt. Mert hogyha innen intenzíven visszafordulunk ide, akkor ugye megnövekszik a valószínűség annak, hogy esetleg egy flat korrekció legyen, és akkor ide. Tehát alapvetően szerintem ennyit kell nézni itt a történetben, de most jelen pillanatban még ez fölfelé tűnik. A Lufthansa. Ja, álljunk meg gyorsan két szóra. Bár valószínűleg e-mailt kap, akinek van AlphaTrader, az lehet, hogy kapott már e-mailt. Tegnap tőlünk biztosan, de pár nappal ezelőtt esetleg a szolgáltatótól is, hogy október 1-től ugye az AlphaTrader-en elérhető a Bitcoin is. Ugye be tudjátok emelni a listába, ugye, szimbólum feliratkozás kezelése, legördülni a legaljára, és ott van egy BTC per USD, és akkor betenni ide. Én betettem már ide a listába. Amit tudni kell róla, hogy kétszeres a tőkeáttétel, cserébe viszont század annyi bitcoint is lehet venni. Tehát ugye alapvetően a 1 dollárnyi, tehát 1 pontnyi elmozdulás 1 dollárnyi eredményt jelentsen, akkor itt ebből a mennyiségben 100-at kell venni. Ugye nekem, mivel eurós számlám van, az ebben az esetben 2790 eurónyi fedezettel
egy margin igényű, és itt egy pip elmozdulás, vagy egy pont elmozdulás, az 0,87 eurót jelent. De nyilván nem feltétlenül kell ekkorát venni, valaki azt mondja, hogy csak 50-et akar venni, ugyanúgy meg tudja tenni, tehát van egy ilyen könnyítés a rendszerben, és innentől kezdve a bitcoinnal is tök jól lehet kereskedni. És hozzátenném, hogy tavaly volt a nagy hiszti, és tavaly tülekedett mindenki, és hívogatott mindenki, hogy bitcoint akar venni, és elérhetően nálunk. Ugye eddig a globálon, illetve a brókereken keresztül elérhető volt, az alfán nem. Mondhatni, hogy jelentős csúszással vezették be itt, viszont hozzátenném, hogy szerintem sokkal jobb környezetben, mert sokkal inkább kereskedhetővé vált a bitcoin, és sokkal jobban lehet trédelni a mozgásokat. Tehát ilyen szempontból teljesen jó új termék lehet a bitcoinnal kereskedők számára, vagy önmagában, akik szeretnek aktívabban kereskedni. Másik, ami e-mail ment ki a szolgáltató részéről, hogy november 9-e estétől, tehát egy hónap múlva változni fognak a spreadek a rendszerben. Ugye eddig, ami mondjuk euróban ilyen 0,1 pip volt, illetve fontban is ilyen 0,2, 0,3, 0,4, tehát ezek a lehető legalacsonyabb spreadek, cserébe ugye van egy fix költség, amit kifizetünk akkor, hogyha kereskedünk, ugye ez megváltozik. Ugye az euró-dollárban a spread az 1,3 pipre fog növekedni átlagosan, viszont a költség fog megszűnni. Tehát összességben minden devizapárban a spreadek mondhatni a mostani szintekhez képest jelentősen megnőnek, cserében nem lesz fix költség. Mivel lehet ezt indokolni? Akár ezt azzal is indokolhatjuk, hogy amióta ugye lecsökkent a margin, vagy lecsökkent a tőkátét, és mondjuk nagyobb margin kell mondjuk a kereskedéshez. Plusz, hogyha még ott költséget nézünk, tehát a költség oldal is van egy kiadás, akkor mondjuk cserébe azzal, hogyha valaki mondjuk nem aktívan kereskedik, tehát nem 5-10 pipes mozgásokra megy rá az euró dollárban, akkor alapvetően tök mindegy, hogy most 0,1-0,2 pip mellett köti, vagy 1,3 mellett, cserébe viszont nincsen költség. Tehát mondjuk ebből esetleg volumen növekedés fakadhat majd. Talán így lehetne a legjobban megindokolni ezt a döntést. Mondanám, hogy nekem is szimpatikus ez az alacsony spread, de mivel nem, többségében nem napon belül, meg nem 5-10 pipes mozgásokra megyek rá, összességében nekem nem jelent nagy változást, hogy picivel szélesebb lesz a spread. Tehát körülbelül ennyit kell róla tudni. Ja, és akkor menjünk vissza a részvényekre. Lufthansa. Itt hétfőn is említettem, hogy korábban ami vételi lehetőség itt volt, és abból volt egy szép emelkedés. Legrosszabb esetben ugye itt ki kellett stoppolódni, és utána már nem volt érdemes longot tartani, mert azok után, hogy nem tudott itt igazi momentumot szerezni, kiestünk ebből, mondtam, hogy elég nagy valószínűséggel új mélypontra fogunk menni. Ez most jelen pillanatban meg is van, és jelen pillanatban nincs is fordulós jelzés. Tehát ez itt akár a következő nagyobb megálló esetleg az valahol itt lehetne ebben a zónában, ami pedig 18 euró környékén lehet. Úgyhogy ilyen szempontból egyelőre lehet, hogy hanyagolnám. Esetleg újabb vásárláshoz megvárnám, hogy alakul-e ki valamilyen fordulós jelzés. Volkswagen konszolidál, Daimler. Itt a múltkori mélypont tesztelés után újra el tudott fölfelé rugaszkodni. BMW az leesett és ott maradt.
Ez nem feltétlenül jó jelzés. Valaki kérdezte a CHK-t. Mire tud ugrani, hogy a Freeport McMoran-ra van kint egy hosszabb távú ötletvételre, az ugye itt ebben a zónában alapvetően bekötött. Kérdés az, hogy innen el tudunk-e indulni, és innen emelkedni. De alapvetően az ötlet az él. Egy CLF Cleveland Cliff. Ugye itt májusban tettem kivételre itt, és azóta is szépen emelkedik. Ugye a potenciális célár az valahol itt lenne. 15, illetve ilyen 17 dollár környékén, majd itt a következő hetekben, hónapokban. Newmont Mine még nincs beszállónál. Itt a CHK. Hát a CHK-nál nálam ugye trend az emelkedő, és ez egy korrekció, tehát alapvetően azt gondolnám, hogy ez jóval magasabban lesz a következő fél évben, egy évben. Itt is a mozgásunk fölfele kezd most már impulzívá válni, úgyhogy ebből kifolyólag jó esélye, itt már bent lehetett akkor a mélypont, és most ez egy impulzívabb emelkedés. Igaz, hogy itt van egy ellenállás zónánk, ami lehet, hogy majd arra fogja késztetni itt az árfolyamat, hogy kicsit itt beoldalazzunk, és ebből tovább fölfele, de alapvetően a CHK az továbbra is vétel, és sokkal magasabbra várnám az előttünk álló egy évben az árfolyamot. Alibaba meg kávé. Azt hiszem, hogy nem tudom, a portfólió olvastam volna, hogy a Goldman az mennyire optimista az Alibabára, és hogy nem tudom, 50%-kal magasabban lesz majd egy év múlva. Lehet, csak kérdés, hogy honnan lesz majd 50%-kal magasabban, mert ha ezt így első körben ránéztek, akkor ebből ki kell, hogy derüljön számotokra, hogy ez egy csökkenő trend. Tegyük nagyon gyorsan hozzá még, hogy emelkedő trendvonal tört itt korábban. Ha 16-tól nézzük trendvonalunkat, akkor abban még van hely lefele. Tehát nálam a baba és alapvetően a technológiai részvények jelen pillanatban nincsenek vételen. Tudom, hogy ezek a legszimpatikusabbak, meg a csapból is ez folyik, hogy mindenki ezt vásárolja, még az ETF-ek is tele vannak ezekkel, de pont ez a probléma, hogy mindenki tele van ezekkel. Ráadásul itt ebben csökkenő trend is van. Ugye Facebook bent van a csúcs óriási szakadással, múltkoriban meg minden, Facebook is lejjebb kell, hogy menjen. Alibaba csökkenő trendben. Alapvetően nincs miről beszélni a dologban. Mondhatni, hogy az első reménysugár akkor jöhetne, hogyha 170 fölé, 175 fölé tudna menni, és ott tudna zárni, de az is jó eséllyel lehet, hogy csak egy nagyobb korrekciót hozna, és ebből új fent lefele. Jó, hát kávé.
még mint a kávé ugrok, hogyha esetleg valaki mégis technológiai részvényben akarna mocorogni, talán még az AMD, mert hogy elég jellegzetes és elég impulzív ez az emelkedés. Jó eséllyel itt lehet egy nagyobb lokális csúcs, és most esetleg egy nagyobb korrekció, tehát mondjuk lehet, hogy az AMD esetleg itt ebben a tartományban lehet majd vételi szinten, de kb. Ennyi. Teslát továbbra sem vennék, hogy ott él a korábbi vételi ötlet 240 alatt. Kávé határidős. Jelenleg ugye a múltkori letörés és hármas divergenci után egy emelkedésben vagyunk, a letörés visszatesztben. Úgyhogy jelzések esetleg vannak már mondjuk a lehetséges fordulatra, de egyelőre, amíg nem tudjuk ezt leküzdeni, addig még lehet, hogy inkább kicsit a partvonalról figyelném. Optimista akkor lennék, ha valamire fel tudnánk jönni, és tudnánk ott zárni. Persze lehet erre azt mondani, hogy de hát az már nem tudom, 10-20%-kal magasabb árfolyam szinten van, de valaki szerintem ezt veszi. Jó, nyilván lehet itt napról napra is trédelni, de ha valaki például ezeket a kávé, kakaó, kismegy a dolog van. Ezeket szerintem azért érdemes venni, hogyha valakinek egy olyan hosszabb távú terve van, már még az simán benne lehet a pakliban, hogy a következő egy-két évben, hogy visszatérjünk ide ebbe a tartományba. Szóval lehetőségként ott van, hogy fordultunk, de megvárnám azt, hogy mit kezdjünk itt ezzel a zónával. Egyelőre, a múltkori letörés után kvázi a második nagyobb visszateszt, úgyhogy még adnék neki egy kis időt, meg kifutást, hogy mit kezdünk ezzel a szinttel. Richter. Az 5000 forintos támasz szintről ugye elrugaszkodtunk, ebből a csatornából is kitörtünk, ráadásul a keddi gyertya itt egy szép, intenzív emelkedő gyertya. Trendvonalnál állunk jelen pillanatban, illetve itt van azért ez az ellenállási szintünk. Ha ez long, vagy hogy ennek tovább kéne emelkedni, akkor nem kéne ebben a körben visszaesni már mondjuk 5150 alá. Tehát mondjuk a stoppot, aki longban van, oda helyezném el. És akkor nyilván mi lenne a várakozás, hogy ebből tovább ide föl. És akár magasabbra. Pedig hozzá másik oldalt, érdemes azt is figyelni, hogy mit kezdünk azért itt ezzel a szinttel. Tehát, hogyha nagyon innen lefordulunk, hogy kiveszünk ezt az 5151 szintet, akkor jó eséllyel mélyebbre is megyünk, és akkor továbbra is itt alacsonyabb csúcspontok alakulnak ki. MOL nálam továbbra is ez a 3050-es szint, ami egy felső korlátja a mozgásnak ebből a jelentős szintből kiindulva. OTP. Múlt hét pénteken jött a semmiből egy nagy felhúzás, azóta itt toldalazás van. Nekem továbbra sem hosszú távú vétel az OTP, továbbra is azt tudom mondani, hogy
Ez itt jelen pillanatban egy sávkereskedés, semmi más, és éppen ezért felfelé korlátos az OTP. Más nekem most azt hiszem nincs a csőben, amit el akarnék mondani. Azt hiszem érintettem minden olyat, amit szerettem volna. Bitcoin megbeszéltük, ezeket meg. Ja, és holnap délután 3:30-kor non-farm payroll, úgyhogy arra fog még esetleg a piac jobban figyelni, az hozhat intenzívebb mozgásokat egyrészt a dollárban, illetve az indexekben is. Úgyhogy az lehet még egy nagyobb mozgató rugóval bíró esemény. Rendben, köszönöm szépen akkor a figyelmet meg a kérdéseket. A hétvégén szombat-vasárnap tőzsdetanfolyamok, esetleg érint. Ami a honlapon van kint információ az időpontokkal, az a releváns. Valamiatt valami rosszabb bontás került ki a program leírásba, ami a részletes programot illeti, tehát szombaton 9:30-től 4-ig, vasárnap pedig 10-től szintén ilyen 4-ig fog tartani a tanfolyam. Mi pedig akkor jövő héten hétfőn a szokott időben találkozunk a webináriumon. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mindenkinek további kellemes napot kívánok, sziasztok!